Takács Milán, Jordan Barnett, James Dickey és Siani Chambers látogattak el szerdán a Befogadlak Baptista gyermekotthonba, hogy a Mikulással közösen megajándékozzák az ott élő gyerekeket. A csapat támogatói közül a Patika Plus gyógyszertárak 100 darab gumivitaminnal, a Lakeside Hotel karácsonyi karácsokkal, az Arconic Café Meals Product Hungary Kft. Ajándékcsomagokkal készültek az alkalomra. Az Arconic Alba Fehérvár kosárlabda csapata minden évben segíti a gyermekeket, az idei évben sem volt másképp. Gyűjtöttünk a klub és a játékosok is, az idei évben gyümölcsöket, édességeket, valamint tisztálkodási szerekkel készültünk az itt lakó gyerekeknek. Horváth Éva elmondta, az Albafehérvár vezetősége és játékosai nagyon fontosnak tartják, hogy segítséget nyújtsanak azoknak a gyerekeknek, akik nem rendelkeznek megfelelő családi háttérrel. Az intézmény vezetője Köbli Kitti köszönetét fejezte ki, hogy működésüket minden évben segíti az Alba és támogatói. Mindenképpen nagy segítség, hogy a gyerekeket nem csak az intézmény által megvásárolt Mikulás csomagokkal és karácsonyi ajándékkal tudjuk megörvendeztetni, hanem ezt nagyban ki tudjuk egészíteni a támogatóinkkal, adományozóinkkal, és így sokkal több ízben, több rétű ajándékokkal és mindenféle dolgokkal meg tudjuk lepni a gyerekeket. Takács Milán hozzátette, az ajándékok átadása után sem állnak meg, hiszen pénteken már a Deac ellen kell idegenben játszaniuk, akiket nagyon kellemetlen stílusban játszó csapatnak tart, de mindenképpen szeretnék győzelemmel megajándékozni az Alba szurkolókat.